A veszélyhelyzet feloldásával a közmúzeumok is kinyitottak, így a József András Múzeum is teljes erőbedobással folytatja a munkát. Június 20-ától fogadják a látogatókat a mindenkori egészségügyi és biztonsági előírások betartásával. Az elmúlt három hónapot egyfajta interregnumnak tekintették, hangsúlyozta a múzeum igazgató, és hozzátette, olyan új kiállításokat szeretnének megnyitni a következő időszakban, amelyekkel könnyen az intézménybe tudják csalogatni a látogatókat. Nem tétlenkedtünk a három hónap alatt, hanem ezeket a kiállításokat készítettük elő. Másrészt leltározásokat végeztünk, olyan digitalizációkat, amik akár elmaradás volt, akár pedig folyamatos áthúzódó munkákat jelent. Tudományos munkával foglalkoztunk, konferenciákra készültünk, köteteket szerkesztettünk, és hát nagy öröm számunkra, hogy a József András Múzeum földszinti baloldali traktusán, ahol idáig raktárhelyiség volt, az kikerült egy külső raktárba, és mondhatni, hogy a legnagyobb kiállító terünk készül augusztus végére el. Ebben a 21. századi, több mint 200 négyzetméteres kiállító térben 150 műtárgyat mutatnak majd be. Ez a tervek szerint a Vidor Fesztiválra készül el. Addig sem fognak unatkozni a szakemberek. Június végén két új időszaki kiállítás nyílik. A Gyógyító szerek, míves tégelyek című kamarakiállítás 400 darabos gyűjteményének nagy részét dr. Wenger Sándor ajándékozta a múzeumnak 2016-ban. Emellett a Kapcsolódások című saját darabokból álló tálatot is megnyitják. Mindenképpen olyan alkotóművészektől igyekszünk műtárgyakat gyűjteni, akik kapcsolódnak a városhoz és a megyéhez. Ez mindig is így volt, jobban mondva 1975 óta így van a József András Múzeum életében, és hát valószínűleg, hogy ez a fonal ez marad továbbra is. Bár az említett két kiállítás csak kedden nyílik hivatalosan, már most hétvégén várják a múzeumbarátokat. A múzeumok éjszakája jegyében ugyanis 26-án, 27-én és 28-án ingyenesen látogatható az intézmény. Ráadásul egy különleges sétára is invitálják az érdeklődőket. Egy palota sétára várjuk a látogatókat. A bejáratnál, akinek van kedve természetesen, az részt vehet rajta, aki meg nem, az önállóan fedezheti fel a kiállításainkat. Ez alatt a palota séta alatt kapnak kérdéseket a látogatók, és hogyha helyesen meg tudják válaszolni, akkor a végén a helyes megfejtők közül kisorsolunk hármat, akik családi belépővel gazdagodhatnak a Ripő Rónai kiállításunkra. Ez október 16-án nyílik meg a látogatók előtt, addig pedig júliusban Révész Géza fotókiállítása, a Komlós testvérek kerámia alkotásai, augusztusban pedig egy trianoni emlékkiállítás várja az érdeklődőket.